Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Székirodalom vlog 55. részében. November 7-e van 2019, és ebben a gyönyörű, szürke, most már esős is időben tartunk Gyulára. A mai az egy kicsit speciális alkalom lesz. Hát egyrészt ennyire messzire szerintem idén nem is mentünk, talán tavaly sem. Tehát ez a legtávolabbi állomásunk, hát képzeljétek el, ugye felvidékről, Csallóközből le egészen Gyulára, és még ma este vissza is jövünk, ami azt jelenti, hogy olyan 9-10 órát töltünk csak az autóban a mai nap során. Amikor odaérünk, akkor pedig nem csak egy, hanem rögtön kettő előadást fogunk végignyomni. Először az Erkel Ferenc gimnáziumba megyünk, ahol egy ilyen rendhagyó történelem és egyben irodalom órát tartunk. Majd pedig, amikor itt végzünk, akkor azonnal pakolunk át az Almási kastélyba, és ott pedig az Almási kastélynak a kápolnájában, ha jól emlékszem. Lesz egy klasszikus jellegű előadás. Annyiban nem lesz klasszikus jellegű, egyik sem, hogy ma egy kicsit dobtunk az egészre némi extrát. Itt ül Német Peti, aki általában ugye a moderátorunk szokott lenni, ma nem ő moderál, ma Kis Laci író barátom moderál. Tartogatunk neki egy nagy meglepetést, ugyanis egy műanyag ládába bepakoltuk az összes hagyományőrző középkori cuccomat, egy teljes 14. századi nemesi viseletet, veretesöveket, tőrt, liliomos láncot, minden frászt, és azzal fogjuk kezdeni az osztálya előtt a gimiben az előadást, hogy tök váratlanul őt fölöltöztetjük. Na de mondtam, hogy itt van Peti, ma ő nem moderátor lesz, egyrészt ő fog segíteni majd az öltöztetésben, másrészt pedig ő maga is beleszöltözze. Ő a Csallóközi Anzsu Károly Bandériumnak a tagja, és ő pedig nem egy nemest, hanem egy középkori 14. század első felébe passzoló várjobbágyot, tehát egy általános gyalogos katonát fog megjeleníteni. Tehát a mai nap az így fog kinézni, úgyhogy ebből is láthatjátok, hogy kicsit mozgalmasabb lesz az átlagosnál, hosszabb lesz az átlagosnál, úgyhogy gondoltam, hogy a maiból egy ilyen jó kis road movie-t vágok nektek, úgyhogy indulunk is, illetve indulunk, hát több mint 2 órája úton vagyunk, és még több mint 2 óra az út odáig, úgyhogy most éppen arra szolgatunk itt a teherautók között az autópályán. Hát nézzétek meg, hogy milyen hosszú úton megyünk most végig. Úton vagyunk, fél 12 van, szóval nagyjából 3 órája, és most már itt vagyunk Kecskemét határában, úgyhogy látunk teheneket, meg alföldet, meg ködöt, és ott pedig hát a kamerában nem látszik semmi ebből, szabad szemmel egész más, ott pedig rohadnak a MiG-29-esek, hogy Andrást idézzem, aki az imént mondta, de aki kamerában nem beszél. Úgyhogy mindjárt keresünk valami jó helyet, ahol lehet kajálni. A nedves talaj, a felázott út, némán hasal, a felajzott múlt fülem, de kiabál, és jön velem, ami nem lettem, és nem leszek, az többé nem érdekel. Az ebéd elmaradt, ugyanis egy teljesen új útszakaszon jöttünk keresztül, ahol hát nem, hogy már drive-in nem volt, hanem már benzinkút se, úgyhogy végig jöttünk itt a pusztán, a semmiben, és most már úgy döntöttünk, hogy most már nem is kezdünk el keresgélni, hanem hát most már mindjárt 1 óra van, úgyhogy lassan 4,5 órája úton vagyunk, és most már itt vagyunk Gyula határában, már fel kell tűnnie nem sokára Gyulának, úgyhogy egyből megyünk az Erkel Ferenc gimibe. Vasból vagyunk, kemények vagyunk,
nem halunk éhen, gondoskodunk magunkról, majd este keresünk valamit. Addig pedig akkor pörgetjük a melót. Na gyertek! A kocsi tetején kopog az eső, de nem jöhet be sem ő, sem más, közeleg egy újabb állomás. Megérkeztünk, ez az, itt vagyunk. Úgyhogy megyünk is be. Ez zseniálisan sikerült. Egyébként az a vicc, hogy de ezt tudtam előre, hogy így lesz 45 percünk volt, úgyhogy gyakorlatilag a könyvekről, meg az irodalmi részéről a dolognak minimálisat beszéltünk, viszont amit csak hoztunk, azt megmutattunk. Megmutattuk a középkori viseleteket, vívást, mindent. Nagyon-nagyon jó volt, én teljesen fölpörögtem. Szinte az éjségem is elmúlt, szinte. És most pedig, oké. Laci biciklivel oda teker, mi autóval fölmegyünk azt mondták a vár felől a kastélyba, hát bármit is jelentsen ez, megoldjuk a dolgot, úgyhogy megyünk tovább, most a cuccok már az autóban vannak, de ismét ott majd a kastélyba a fiúk behordozkodnak, és ott megfordítjuk az arányokat, ott elsősorban tényleg egy irodalmi beszélgetés lesz, a könyvekről fogunk dumálni, de kint lesz minden, és Peti pedig már át sem öltözik ebből a nagyon jó kis viseletből, szóval András már elkezdte bepakolni a lábamat, úgyhogy azt hiszem, hogy ideje a fejemet is rendelkezésére bocsátanom. Menni kell, tovább menni kell, út közben nem adom fel. Ott a gyönyörű Gyulai vár, ahol most nem fogunk közelebb menni, mivel mindjárt kezdődik az előadás, de itt az út másik oldalán pedig itt az almási kastély. Vár! Kastély! Ez így nagyon tetszik nekem. Úgyhogy ott leszünk valahol bent. Véget ért hát az almási kastélyban tartott előadás is, ami szintén fantasztikusan sikerült, nagyon-nagyon jól éreztem magam, a szervezőink azok tökéletesen, fantasztikusan kitettek magukért, úgyhogy az emberek itt tudtak arról, hogy jövünk, ami sajnos nem mindenhol evidencia, tehát nagyon-nagyon jó volt,
a dedikálás is utána, a beszélgetés, az egésznek a hangulata. Annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy amikor ezt a videót nézitek, akkor már kapható a pallos.hu oldalán az első széria az Anzsuk pólókból, illetve Anzsuk bögre és hűtőmágnes is található, úgyhogy ha szeretnétek magatokat meglepni, vagy szeretteiteket, vagy rokonaitokat, vagy barátaitokat, bárkit, akkor karácsonyra rendelhettek a pallos.hu oldalról. Reméljük, hogy ez egy hosszú távú projekt lesz, minden évben 2-3 új mintával szeretnénk majd bővíteni a kínálatot. És hát akkor nagyon szépen szeretnénk még egyszer megköszönni mind a gyulai szervezőknek, mind a gyulai közönségnek, mind pedig nektek, akik végignéztétek ezt a videót. Jövőre találkozunk. Sziasztok! Van tollatok? Mondjál valamit a kamerába, már Istenem! Beszélj már valamit! Végre megnyilatkozhatnál, végre megválthatnád a világot a gondolataiddal. Olyan lehetnél, mint egy vallási vezető, vagy egy aktivista. Jobb az így. Ah, mi? Mit mondtál? No, jobb az így. Hamburgerbár gyerekek!